Szeged és térsége Bárczy Gusztáv egységes gyógypedagógiai módszertani intézménybe látogatott el a Somogyi Könyvtár igazgatónője, valamint néhány könyvtáros munkatárs, hogy tanulásban akadályozott, autizmussal élő és értelmileg sérült általános iskolás gyermekek számára tartsanak meseterápiás foglalkozást. A könyvtár a kényszerű zárvatartás ideje alatt heti 2 alkalommal látogat el ide, hogy megtartsa a játékos programot a diákoknak. Ez egy olyan speciális intézmény, ahol csupa a sajátos nevelési igényű gyermek tanul. Ezek a gyerekek valamiben mindannyian különlegesek, vagy abban, hogy kicsit lassabban beszél, tanulnak meg beszélni, olvasni, vagy matematika területen szükséges nekik a képességeiknek a megtámogatása, és akkor ezt mi speciális módszerek segítségével szoktuk megvalósítani. Ugye olvasás tanítás szempontjából a Meixner módszerről beszélhetünk, kislépésekre bontás elve, ez is egy nagyon fontos alapelv, tehát mindent mi szemléletesen és nagyon pici apró lépésekre bontva közelítünk a gyerekek felé. Ez minden területen eredményt szokott hozni, úgyhogy ez igazából minden tantárgyban meghozza a sikert. Ezen kívül néhány éve mi nagyon nagy szerepet szánunk a digitalizációnak, tehát robotokkal, padlórobotokkal és egyéb robotika területű eszközökkel támogatjuk azt, hogy a gyerekek számára minél jobban megközelíthetőek és érdekesebbek legyenek a feladatok. Nagyon motiválóak ezek az eszközök, úgyhogy nagyon szeretik a gyerekek bármilyen tanórába, hogyha ilyen eszközöket viszünk be. Az általános iskola már évek óta közvetlen kapcsolatban áll a Somogyi Könyvtárral. Több a biblioteka által szervezett digitális foglalkozáson is részt vettek már az oktatási intézmény diákjai. Igazából most a megkeresése konkrét együttműködés szempontjából részükről érkezett, hogy szívesen jönnének hozzánk, és mi ebbe természetesen nagyon szívesen voltunk partnerek, úgyhogy meg is született azonnal az együttműködés, így hogy hetente 2-szer jönnek hozzánk, délelőtt, illetve szerda délelőtt, és péntek pedig délutáni tevékenység során. Nagyon sok területet tudunk egy mesével megcélozni, ugye nyilván a szókincs, aztán ugye van ebben egy analízis, szintézis, föl kell bontani a szöveget, aztán ugye a szövegértési képességnek ez egy nagyon fontos alapvetése, de olyan fontos területeket is említhetünk itt, mint a tanúság, a következmény, egy-egy cselekménynek milyen következményei vannak, tehát nem csak feltétlenül kognitív területekre kell itt gondolni, hanem szociális képességek fejlesztésében is nagyon hasznos a mese. Minden alkalommal más csoport vesz részt előzetes beosztás alapján, és hát nyilván a tanárnénik, óvónénik szokták mondani, hogy na most mi következünk, úgyhogy nagy izgalommal készülnek, és hát most éppen valami betegség miatt az egyik foglalkozás elmaradt, és hát már várják, hogy mikor lesz a pótlás, úgyhogy nagyon-nagyon várják nagy izgalommal a gyerekek. Több mint 30 intézmény vesz részt ebben a 2 hónapban, abban a programban, amelyben fő célként azt tűztük ki, hogy mi könyvtárosok, a Somogyi Könyvtár kollégái mennek ki a helyszínre és tartanak foglalkozásokat. Ezek az intézmények alapvetően általános iskolák, középiskolák, óvodák, de megyünk középiskoláknak a kollégiumaiba is, 5 órai délutánokat tartani például, és egyéb helyszíneken, például idős otthonokban is találkozhatnak velünk ezek ebben a napokban, hetekben az ott lakók, az ott tanulók. Jó, ha van pedagógiai előképzettség, és hál' Istennek a könyvtárosok körében nagyon sok olyan kollega van, aki tanárszakot mellett végezte el a könyvtárszakot. Természetesen olyan kollégák vállalják és készítik elő ezeket a foglalkozásokat, akik nagyon jó pedagógiai érzékkel rendelkeznek, és külön előkészületek, külön tanulmányokat meg betanulmányozták, hogy hogyan lehet ezekkel a gyerekekkel, ezekkel a felnőttekkel, mert felnőttek és kijárunk, megfelelő foglalkozás keretében kapcsolatot teremteni. Felnőtteknek novellákat, de nagyon szeretik a felnőttek is a meséket. Nagyon függ attól, hogy éppen milyen típusú csoporttal találkoznak a kollégák, és mindig előre megérdeklődnek már a csoportok összetételéhez, és ehhez igazítják. Például olyan helyeken, ahol tanulásban akadályozott gyerekek vannak, ott oktatási órákhoz kapcsolódó foglalkozásokat is tartunk. De nagyon jelentősek azok a foglalkozások,
ahol például manuális készséget fejlesztik, vagy ahol megismertetik enyhe autizmussal élő gyerekekkel a technikai eszközöket. Tehát mindig adekvátan arra a csoportra készülnek, akikkel majd hosszabb két-három, akár két-három alkalommal is találkoznak. Tulajdonképpen általános iskola alsó és felső tagozat, ahol legjobban bevált, de nagyon érdekes, hogy a középiskolásokat is a technikai eszközöknek a használatával jól meg lehet fogni, jól meg lehet tartani is könyvtári környezetben, de ahol ezek a foglalkozások alapvetően célba érnek, az az általános iskolás korosztály. Az óvodásoknak pedig fel kell tenni az érdeklődésüket arra, hogy majd iskolában mi történik, illetve nagyon-nagyon sok mesefoglalkozással lehet az ő képzeletvilágukat fejleszteni, illetve a kedvüket meghozni majd az iskolára. A két intézményvezető elmondása, valamint a gyermekek reakciói alapján arra lehet következtetni, hogy valóban hasznos, kommunikációra ösztönző, kreativitást és gondolkodást fejlesztő, a társas helyzetekbe való beilleszkedést segítő foglalkozásokról van szó. Az elkövetkezendő hetekben is színes programokkal, kiállításokkal, játékokkal és pályázatokkal várja a Somogyi Könyvtár az érdeklődőket, amelyekről az intézmény honlapján lehet tájékozódni.